Sziasztok! Illés Gabriella vagyok. A TV2 napi sorozatának, a Hazatalásznak a producereként arra vállalkoztam, hogy megmutatom nektek, mik történnek egy forgatáson a színfalak mögött. Gyertek, tartsatok velem! Kedves Cecília, én emlékszem arra, hogy augusztus 1-jét írtuk, amikor itt találkoztunk először a Hazatalász első forgatási napján. Mi történt azóta? Hát azóta nem voltam sokszor, de azért voltam, és itt van mögöttem az én fodrászatom, itt dolgozom. Ez az enyém már a film szerint. Nagyon élveztem ezt a szerepet, és remélem, hogy folytatódik, és kialakul majd ez a szerep. Ez egy nagyon édes nő, minden érdekli, mindenkinek segít, segítőkész, összetartó, hát egy ember. Imádtam azt, hogy van lehetőségem nekünk, a mi csapatunknak is, nekem ezáltal veled együttműködni, veled dolgozni, és egy hatalmas élmény volt. Az első pillanat, amikor te jöttél, és kitaláltad, hogy hát már pedig neked vörös lesz a hajad. Igen, azért találtam ki, mert korunkbéli babanénik, akikkel dolgozunk, azok mind szőkére vannak festve. Hát ahogy öregszik az ember, akkor úgy világosodik. Én meg pont fordítva mondtam, hogy akkor én meg vörös leszek. Ha a többiek szőkék, én meg vörös vagyok. Világéletedben ilyen agyas színész voltál? Kitaláltad mindig az összes karaktert, amit játszottál, akár színpadon, akár filmvásznon, hogy mit visel, mit hord, mit gondol? Szeretek úgy dolgozni, hogy beavatnak. Tehát beavatnak, hogy mit játszom, akkor gondolkodom, és a rendezővel, vagy a producerrel együtt, meg a színészekkel szeretek együtt dolgozni. Tehát szeretem kialakítani azt a dolgot, amit ad az Isten nekem. És hát ugye van egy olyan kis kulisszatitok, amit azért rosszul meg a nézőknek, hogy a mi vezető írónk Eszter Gályos Krisztina, aki a te... Az én unokahúgom, a bátyámnak a nagylánya. És képzeld el, hogy amikor beszélgettünk arról, hogy na hát ki lehet ez az Ibolyka, én szeretem bevonni a kollégákat, és gondolkozunk közösen, és amikor még a forgatókönyveket fejlesztettük, akkor beszélgettük, hogy kit hogy látnánk, és akkor felmerült a te neved, és akkor mondta a Krisztina, hogy hát te biztos, hogy boldogan, és igazából annyira jó visszajelzés volt, mert megmondom, hogy nem ismertük volna gondolni, hogy neked ennyire nagy kedved lesz egy napi sorozatban így részt venni. Igen, én nagyon-nagyon szeretek játszani. Én úgy születtem, hogy szeretek játszani. Éjjel-nappal. Nem csak bohóckodni, de ezt nagyon-nagyon szeretem. Szeretem a gépet, szeretem a mikrofont. Így születtem. Akkor a megtiszteltetés számunkra, hogy itt vagy velünk, és a kollégáknak, a színész kollégáknak, a fiataloknak, tehát itt könyvbelábadó szemmel mesélik azt, hogy te milyen inspiráció vagy a mindennapokban nekik, a pályájukon, de ezt érzékeled belülről is? Hát jó érzés, igen, sok fiatallal vagyok körülvéve, és én nekem meg új vért adnak. Mit néztek így? Tudod, mi volt nekem a nagyon nagy meglepetés? Hogy ti a Tamással soha nem dolgoztatok korábban együtt. Melyik egyszer Tamással? Volt Jordánnal, Jordán. A férjeddel, tudod, jó, Laci? Jó. De nem dolgoztunk soha életemben. És hát az hogy lehet? Hát így a jó Isten így akart, hát nem voltunk együtt. Pedig én nagyon-nagyon szerettem azt a színházat, ahol ő kezdte, Kaposváron, meg azt az egész társaságot, de ők azt hiszik, hogy én teljesen más vagyok, de nem vagyok más, ugyanolyan ember vagyok, de hát jobb később, mint soha. Imád veled dolgozni. Tényleg? Uh-huh. Én is szeretem őt nagyon. Hát semmit nem lehetett férfi népre rábízni. Nagyon remélem, hogy a nyarat is együtt töltjük majd, és jön egy második évad, és hát még jó. Jobban kiforja magát. Jó lenne. Szeretek játszani. Közönség is úgy vettem észre az elmúlt 70 évben, hogy szeret. Az abszolút így van, és mi is nagyon szeretünk.